Micike azzal jött haza az iskolából, hogy kibékültem Nusival. Hát össze voltatok veszve? Igen. Szép dolog. Mind vesztetek össze? Nusi kiszedett a zsebemből mindent, és utánam dobta. Az anyós tűnődve nézett a kislányára. Zavaros volt a dolog. Hogy szedett ki mindent? Csak úgy. Hol? Hát otthon, náluk. Mit kerestél te náluk? Hát a tisztelendő bácsi azt mondta, menjek fel és mutassam meg neki a leckét, mert beteg volt. Na, és mikor te vendég voltál náluk, ő megsértett? Csak azt írta fel egy papírra, hogy Mici Szamár, és én is fel akartam írni, hogy Nusi Szamár, és ő nem engedte. Mindent kiszedett a zsebemből, és én akkor el akartam jönni, és ő utánam hajította, és azt mondta, örök harag. Ő mondta. Hát persze, mindig ő szokta mondani. Nem értem, várj csak, kislányom. Te elmentél hozzájuk vizitbe. Ő téged megsértett, és mégis ő mondta, hogy örök harag. Igen. Na és hogy békültetek ki? Hát én ránevettem, és akkor ő is rám nevetett, és azt mondtam, miért nevetsz, már nem haragszol? És azt mondta, nem. De ha ő sértett meg, akkor neki kellett volna bocsánatot kérni. Ő nem szokott. De ha téged megsértenek, miért kérsz te bocsánatot? Hát én nem tudom megállani. Én nem szeretem, ha rám haragusznak. Inkább haragudjak. Az anya tágra nyílt szemmel nézett a kislányra, aki durcásan vonogatta a vállát, s felbígyeztette a szájacskáját elszégyelte magát, és nem tudott mit mondani a gyereknek. Nem volt lelke hozzá, hogy arra biztassa, hogy kegyetlen legyen. Ez furcsa, mondta, s valóban furcsának találta, hogy egy leány ilyen önérzettelen legyen. De talán ez a jó. Ő nagyon sokat szenvedett az önérzete és keménysége miatt. Máskor is összevesztetek már? A gyerek legyintett minden másodnap. És min? Hát, ha én nem hagyom magam bántani, akkor már megsértődik, és azt mondja, örök harag. És te hagyod magad bántani? A gyerek nem tudta, mit mondjon. Én nem hagyom. Ne is hagyd, ne engedj magaddal packázni. Ki hallott ilyet, hogy téged megsértenek, és te kérsz bocsánatot? Nusival így van, hogy van? Hát ő megmondta, hogy én foglak megsérteni, és te fogsz bocsánatot kérni. Az anyának szeme szája elállt. Akkor felpattant az apa a díványról, ahol félállomban hevert, és nevetve szólt. Nagyon jó. Nem jó, mondta a felesége. Soha nem tudnék bocsánatot kérni, ha nem vagyok sértő. Még akkor se, ha én vagyok a sértő. A férje puhán, kövéren állott, stúnyán mosolygott. Te nem, de én igen, s megcírógatta a gyerek állacskáját. Mert ez így van az életben. Vannak emberek, akik sértenek, s vannak, akik bocsánatot kérnek. Soha nem tudod elérni sem kegyetlenséggel, sem hidegséggel, hogy én bocsánatot ne kérjek tehetsz, amit akarsz, addig, amíg imádlak. Ne csípján, mondta az asszony, s egészen belesápadt. Minden ideg a fájt az agyveleig, az ura olyat szorított a bal karján, talán még most is kék a helye. Milyen hazug, mondta szédülve és halkan. Nagyon fáj ez a jóság. A kislányára nézett, aki nagy kerek szemekkel nézett rájuk, s nem értette, mi történt. Ő azonban arra gondolt, hogy ez a gyerek még helyette is bosszút áll valaha valakin. A férfiakon, mert ez ismeri a kéri és gonosz jóságát.